Nem tudom, önök hogy vannak vele, engem valahogy mégiscsak itt tart ez a hely, ez a hazám. Szeretek itt élni, itt nőttem föl, hálás vagyok azért a sok lehetőségért, amit az ország adott nekem, és szeretnék is visszaadni belőle. És makacsul hiszek abban, hogy ez az ország sokkal többre képes, mint amit most az elmúlt évtizedben elért. Sokkal több van benne. Ha technokrata akarnék lenni, akkor beszélhetnék a logisztikai adottságokról, a kiművelt emberfőkről, beszélhetnék az ár-bér versenyben betöltött helyünkről és a unit labor cost relatív összehasonlításban való alacsony voltáról. De valahol ez a dolog többről szól. Én azt gondolom, hogy ez egy Isten adta tehetséges nép, ami ennél sokkal-sokkal rosszabb helyzeteket átélt. Ne becsüljék le a gyökereinket, és ne becsüljék le azt, hogy egyébként meg az milyen iszonyatos termelőerőt jelent. És hogy nekünk, magyaroknak micsoda iszonyatos energiát adna, ha végre nem egymás ellen harcolnánk, hanem összefognánk. Én azért javaslom azt önöknek, hogy menjenek el, de jöjjenek vissza, hogy lássanak világot és tanuljanak külföldön, de aztán jöjjenek haza ezzel a tudással, mert én nekem makacs meggyőződésem, hogy a Magyarország most nem egy tartós leszakadó pályán van. Magyarország ugyanúgy, mint a többi ország a régióban, a felzárkózási folyamatban egy cikk-cakk pályán halad, hosszú lineáris szakasz után. Volt egy hosszú cikk, most meg van egy cakk. De utána megint, ha ennek vége van, amikor elmúlik egy válság, amikor elmúlik egy nehéz korszak, amikor úgy érezzük, hogy megint megtaláltuk a jó utat, akkor elképesztő energiák szabadulnak föl. Animal spirits, olvassák el a könyvet. És ezek a helyreállítási periódusok, ezek a gyarapodási korszakok, ha ehhez a megfelelő intézményeket, struktúrát, társadalmi kiegyezést meg tudnánk találni, ha meg tudnánk állapodni hosszú távra közös célokban, amelyek túlmutatnak kormányzati ciklusokon, évtizedekre, és kitartóan affelé tudnánk menni, akkor Magyarországon lehetne gazdasági csodát csinálni. Ugyanolyan gazdasági csodát, mint amit utólag német csodának hívtunk a II. Világháború után, vagy osztrák csodának, vagy finn csodának a polgárháború után, vagy ír csodának a 80-as évek közepétől, amikor Írország már éppen Európa legszegényebb országa volt, most meg még mindig az egyik leggazdagabb. Lehetne ilyen csodát csinálni, ha rendbe tennénk a közös dolgainkat. És azért mondom, hogy maradjanak itthon, mert önökön fog múlni, hogy ezt a csodát megcsináljuk-e, és ha megcsináljuk, akkor meg egy ilyen csodában benne lenni, az elképesztő jó egyéni lehetőség a boldogulásra, a gyarapodásra és a sikeres életre. De próbálják meg inkább itthon. Köszönöm szépen a választokat!